Ők a Soprezo fejlesztése vezetője, és arról fogok ma beszélni, hogy a Soprezónál hogyan adunk meg a cross-platform fejlesztést a CEF segítségével. A Soprezónál itt éppen fut is, csak nem nagyon működik. Szükségünk van egy desktop alkalmazásra, amely streamelje számunkra a szlájdokat, mert sok prezenter nem szereti feltölteni előre a prezentációit. Így hát szükségünk volt egy cross-platform desktop alkalmazásra, amely képes ezt ellátni. Az, hogy mindenhol megírjuk egységesen és ugyanúgy nézzen ki, az rengeteg időt vett volna el, ezért kerestünk egy megoldást, ami leegyszerűsíti ezt a műveletet. Először a Mono-val próbálkoztunk, mert a Windows-os alkalmazásra megvolt, és a Mono az elég adott volt, mert C-Sharp alkalmazható mindkettőben, de ez nem felelt meg nekünk teljesen, mert vizuálisan elég limitált volt a képessége, a grafikus nagyon szomorú volt, és az utasítás készlete is elég gyenge volt a feladat ellátására, de natív kiegészítéssel megoldottuk. Az első bemutatóig ez nagyon jó is volt, amikor a MacBook feladta a harcot, mert a 16 gigás fejlesztőgépen nem jött ki a leak, ott igen, újra is kell tudítani. Ezután rájöttünk, hogy mivel úgyis webfejlesztéssel foglalkozunk, legyen webes az alkalmazásnak a belseje. Megírtuk az egészet HTML5-ben, gyönyörűen nézett ki, kivéve Interest Foreign, amit a Forms-zal behúztunk az alkalmazásba, úgyhogy kerestünk más megoldást. Erre jött a CEF. A CEF az a Chrome-ból jött létre, ez egy embedelhető mini böngésző, amit a natív alkalmazásokba be lehet húzni. Van rengeteg wrappere, mint látható. Mi egy saját, hát módosítottuk a kódon, hogy jobban megfeleljen a céljainknak. Átlátszóságot csináltunk, meg kifeszülünk a teljes monitorra, hogy jobban tudjunk renderelni. Ez azzal van renderelve, jobb körül. És ez megfelel nekünk. Főleg azért, mert HTML5 teljes támogatás, legfrissebb Chrome képességei vannak, és van belső debuggere, ugyanúgy, mint a Chrome-nak, elérhető a teljes DevTools, rendkívül gyorsan lehet vele fejleszteni, és minden operációs rendszeren egységes megjelenítés nyújt számunkra. A legnagyobb hátránya számunkra az volt, hogy rengeteg dinamikusan linkelt library-t igényel, és a fő library az 25 megás, és az első Soprezo az egy egyegzés megoldás volt, amit csak a presenter letölt és elindít. Ezt később meg lehet oldva az, hogy egy telepítőt használtunk, és a telepítő bepakolja ezt mind. Lelassította az első folyamatot, de erre szükség volt. A CEF-et nagyon sok alkalmazást használja még, legfőképp a Steam, az onnan mindenki ismerheti, de például a Spotify az konkrétan egy CEF egy keretben. Aki vállalkozó szellemű, az kipróbálhatja az APS-t vagy NodeWebKit-et. Az APS volt az első, aki megpróbálkozott azzal, hogy egy Node.js backendre ráhúzott egy WebKit-es CEF-et. Ezt a kettőt összekötötte közvetlen eléréssel, és így létrehozott egy desktop alkalmazást. Később az Intel egyikezett a NodeWebKit-nek, és az APS-t abba is hagyták. Most jelenleg a NodeWebKit az elsődleges, amivel szinte tisztán JavaScript-tel lehet egy desktop alkalmazást létrehozni. Mondjuk aki PHP fejleszt, megpróbálkozott az Exalcut-tal és a PHP desktop-pal. És szerintem jól a kérdésem. Látom a Soprezón jöttek kérdések. Mitől nem működik ma? Ez egy nagyon jó kérdés, feltételezhetően a több ablakos OSX-nek köszönhetően, ezzel majd még dolgozunk. Mi az a CEF? A CEF-et elmondtam, de a CEF az a Chromium Embed Framework-nek a rövidítése, és ezt elmondtam, tehát prólogó, mikor kezdődik, jobb élő kérdések. Lényegében ugyanúgy alkalmazható. Mi a C-Sharp-os webet használjuk, mert az alap Windows-os alkalmazás az .NET-be lett írva, a C-Sharp-val így egy könnyű mozdulattal a BPFS-es kontrollt kell csak behúzni, és könnyedén használható volt.
Chromium verzió mennyire tér el a Chrome-ban készülben használt motortól? A Chrome általában egy verzióval lemaradva a CEV-től, mert a Chrome-ban mindig a legstabilabbat adják ki, CEV-ben mindig a legújabbat. A screenshot készítés az natív kód, minden oprendszer esetében, ez csak a GUI megjelenítést behasználjuk. Linux az tervben van, amint lesz fejlesztői kapacitásunk, használni fogjuk, a CEV ott is működik. Egy utolsó kérdés? Köszönöm szépen!